Sziasztok, Maxwell vagyok, és a szokásos WoW-val kapcsolatos videók helyett most hoztam nektek egy mikrofon háttérzaj szűrés tutorial videót. Mivel köztudott, hogy az 500 forintos mikrofontól a 150 ezer forintos mikrofonig mindegyiknek van egy bizonyos háttérzaja, ami elég idegesítő és kellemetlen tud lenni, főleg, hogyha próbáltok jó minőségű videókat készíteni, vagy csupán Discordon szeretnétek jobb hangot elérni, vagy TS-en, streamelés, live-olás, Shadow Play közben, vagy egyéb olyan szoftvereknél, játékoknál, amiben mikrofont használtok, hogy tisztább legyen a hangotok. Lássunk is neki. Böngészőn megkeressük a wb-audio.com weboldalt. A weboldalnak a linkjét a videó leírás részben megtaláljátok. Letöltjük a rendszerünkhez szükséges verziót. Ha ezzel megvagytok, megnyitjátok a letöltési könyvtárat, wb-kábel, stb.zip, kicsomagoljátok, és ugyanúgy a setupnál kiválasztjátok az operációs rendszeretekhez tartozót, és feltelepítitek. Ha ezzel kész vagytok, újraindítjátok a számítógépet. Miután ez megvolt, megkerestek a hangbeállításokat, ott pedig felvétel, mikrofon. A mikrofonnál a speciális résznél egy csatorna 16 bit 48000 kiválasztjátok, leokézzátok, és itt van alatta a kábel outputunk, amit az előbb telepítettünk fel. Itt is speciális, egy csatorna 16 bit 48000, a kettőnek stimmelnie kell egymással. Lejátszás résznél pedig hangszórók, ugyanúgy speciális, 16 bit 48000, oké. Adatta kábel input, itt is speciális, 16 bit 48000, leokézzátok, leokézzátok. Hogyha ezzel kész vagytok, beszerzitek az Adobe Audition szoftvert, telepítitek, indítjátok a programot, file, új, multitrack, elnevezitek tetszőlegesen, és a lényeg, hogy itt a rétnek 48000-nek kell lennie, illetve a 32 bit vagy 16 bit, itt már nem befolyásoló tényező, de ezek általában a beállítások is stimmelni fognak. Ha ez megvan, leokézzátok, én most jelenleg ezt kihagyom, mert fut a szoftver így a háttérben, mint ahogy láthatjátok. És amit a track 1-en állítottam be, azt a track 2-n fogom bemutatni nektek. Most a hangom egy kicsit majd meg fog változni, mivel aktiválni is fogom, és majd halljátok, hogy mi fog történni. Rámentek a Nonra, Stereo, mikrofon USB-t kiválasztjátok, rámentek a másik Nonra, Stereo, kábel, input, lényeges, hogy ez legyen. Az R-rel és az I betűvel aktiváljátok a track sávunkat, és most fog elmenni a hangom, másfajta lesz, mint ahogy halljátok is. És itt kiválasztjuk oldalt a tracknél, az első sorban itt a kis nyilacskánál, hogy Noise Reduction, és itt pedig, hogy Adaptive Noise Reduction. Ha megnyitjátok, az alapbeállítás is tökéletes ahhoz, hogy a háttérzajt eltávolítsa a mikrofonunkból, és csak simán bezárjátok, ha elkészültetek ezzel. Viszont még nem vagyunk kész a teljes zajtalanításunkkal. Lerakjuk asztalra a szoftvert, mivel ha bezárjuk, akkor elveszítjük ezt a előnyünket, és megnyitjuk azt a szoftvert, ahol a mikrofonunkat használjuk. Nekem ez most jelenleg a GeForce-tól a Shadowplay lesz. Shadowplay-nél megkeresem a hangokat, és itt van, hogy mikrofon forrás, és a kábel output van nekem kiválasztva a sima mikrofon helyett. És így tudtam elérni azt, hogy visszaadja a háttérzajmentes hangot a szoftver. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!